Egy veszélyes, több méter magas fát vágnak ki a polgármesteri hivatal munkatársai Szekszárdon. A növény már kiszáradt, ezért a mellette levő ház tulajdonosa kérte a város segítségét az eltávolításban. Minden hasonló esetben ugyanígy kell eljárni, vagyis közterületen, a Tolnai megyeszéken senki nem végezhet ilyen munkát a jegyzőengedélye nélkül. Szinte mindig a hivatal vágja ki a fát, viszont a pótmási kötelezettséget azt a két kérelmezőre hárítja a jogszabály is, tehát igazából sokszor ezen múlik is egy kérelemnek a sorsa, hogy mennyiben nem nyilatkozik a kérelmező, úgy hiánypótlást kér a hivatal. Ha pedig ezt nem teljesíti az ingatlan tulajdonos, akkor várhatóan elutasítják a kérelmét. Tehát ha valaki Szekszárdon közterületről akar fát kivágni vagy vágatni, akkor valamennyi esetben új csemetét is kell ültetnie. Ezt viszont elég csak elvinni a Páskom utcai neveldébe, és a hivatal munkatársai kihelyezik azt. Arról is kevesen tudnak, hogy a lakóingatlanok előtt mindenkinek magának kell nyírni a füvet, és télen megoldani a síkosságmentesítést. Ezt legfeljebb 5 méteres távolságban határozza meg az önkormányzati rendelet. Ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk ahol járda van, ott a járdaszakasz is, ahol nincs járda, akkor az úttestig terjedő terület beleértve a vízvezető árkoknak a kaszálását, tisztántartását. Például a gépkocsi bejáró áttereszetnek a tisztántartása is ide tartozik. Szekszárdon a közterületi kaszálást egyébként idén vette át a polgármesteri hivatal a munkát korábban végző cégtől. A munkahelyek feltöltésével kezdetben voltak gondok, mostanra viszont már összeállt a csapat. Ütemesen haladunk, és mindig megfelelő rendet tudunk biztosítani a városba zajló rendezvényeknek, és egyébként a város más területén is. Szekszárdon nagyjából 1 millió négyzetméternyi felületet kell folyamatosan kaszálniuk a polgármesteri hivatal munkatársainak.